Az elektrostatikus és magnetostatikus terekről, hogyha az ember meg akar szólalni egy kicsit, akkor mindenképpen szerintem meg kell Faradaynek a nevét említeni. Egy picit a történetiséggel kapcsolatosan szeretnék mutatni egy apróságot. Amit látunk, a Temze apóval beszélget Faraday, 1830-as évek karikatúrája, amit látunk, és a Temze apó azért fordult Faradayhez, mert olyan retkes volt a Temze, a már akkor a környezetszennyezéssel foglalkoztak, és hát több karikatúrát is láttam, volt, hogy azt nem raktam fel, egy nagy vízcsepp, és akkor leírták, miféle rettenetek vannak abban a vízcseppben. Ha valaki rákeres erre, hogy a Temze apó, illetve Faraday, akkor meg lehet találni, és akkor ezekről az oldalakról a korabeli karikatúrákat szépen össze lehet gyűjteni. Úgyhogy ez a következő. Azt tulajdonképpen Faradaynek egy szobrát látjuk, ahogy az Londonban megtalálható, és hát nagyjából az a Faraday idézetet tettem emellé, ami úgy hangzik, hogy azok az előadások, amelyek valóban tanítanak, soha nem lesznek népszerűek, az előadások, amelyek népszerűek, soha nem fognak igazán tanítani. És hát amit még ide szeretnék a bevezetéshez mondani, ugye Faraday tisztelete abban is megnyilvánul, hogy a 20 fontoson ő van rajta, és milyen jó lehet annak az országnak, ahol a 20 fontoson ott rajta található az indukciós eszköz, akár még a bankárok is tudják, mire jó. Hát ez vagy a jogászok, tehát aki kezébe veszi a pénzt, nem csak azoknak az adatik meg, hogy tudjanak az indukcióról valamit, aki fizika könyvet vesz a kezébe. Tehát, igen, ez is egy dolog. Még annyit szeretnék elmondani, hogy mikor ezt a képet megtaláltam, akkor eszembe jutott, hogy ebben legjobban az olaszok jártak az élen, amíg nem volt euró, addig az ő papírpénzeiken egy időben 4 fizikus volt. Ugye Galilei, Marconi, Volta, igazából nem feltétlenül fizikus volt, a Leonardo. Hát 4 tudós volt a pénzeken. Na mindegy, szóval menjünk tovább. Amit még szeretnék, ez egy ilyen kis ilyen gyújtó jellegű üzenet a oktatás pedagógiához. Egy órát látunk, egy fizika órát, ahol éppen az elektrostatikát tanítják. Ez egy háziasszony képzőben járnak a lányok az órára. És hát, hogyha valaki egy egész kicsit közelebb hajol ehhez a képhez, akkor azt is lehet látni, hogy éppen a dörzselektromossággal foglalkoznak. Az is látszik, hogy mindenkinek jut a dörzselektromosság eszközből, és hát, hogyha valaki oda fölnéz a táblára, azt ma olyat nyomtatni nem tudnak, olyan szépen van fölírva mindaz, ami az órának a tennivalóit sorolja föl. Tehát ezt igazából megint csak az oktatás... Tehát ez, hogy óvatosan fogalmazok, ez még a régi, hagyományos, úgymond ilyen poroszos típusú órában pillantunk bele, amit úgy mostanában sokan nem szeretnek. Nem a háziasszony. Ott még a háziasszony képzésbe is belefért az, hogy mondjuk fizikát tanultak, dörzselektromosságot. Tehát, hogy szerintem ez az üzenete, amit én erre gondoltam. A következő kép, az már ugye Coulombról szól, Coulomb törvényéről. Ez a törvény, ugye Coulomb, belegondolunk, hogy Coulomb 1806-ban meghalt, akkor nagyjából világosan látszik, hogy amikor Faraday foglalkozott, akkor ez már egy jól ismert törvény volt. Ugye Coulomb volt az, aki ezt precíz módon kimérte, ő volt az, aki azt az ingát megszerkesztette. És akkor ugye ez a kép, ez az Coulomb erőtörvénye, ha nagyon akarjuk, akkor rájöhetünk, hogy az erő az egy vektor, akkor úgy lesz ebből rendesen egyenlet, hogy az erőt vektornak veszünk, hogy a másik oldalt megszorozzuk az egységvektorra, és akkor szerintem mindenki érti, hogy erről szól a történet. És hogy ez a vektor a hely függvényében hogy változik, no itt jön elő az, hogy az elektrostatikus terekről szeretnék beszélni. Tehát az igazi feladat az, hogy van egy töltés, vagy több töltés, ezek a töltések terébe, ha beteszünk egy másik töltést, akkor arra erő fog hatni. Ha ezzel a töltés nagyságával elosztjuk az erőt, akkor megkapjuk az elektromos térerősséget, és az elektromos térerősség az egy vektor lesz,
egy vektornak a függvényében. Tehát igazából, hogy világos legyen, én az előadásomat a középiskolások szintjére próbálom belőni, tehát az egyetemistáknak nem fog ez sok újat mondani, de mindenképpen ugye a meghirdetés, az azomcsinak a meghirdetése középiskolásoknak szól. Én próbálom abba az irányba eltolni. A Coulomb erőtörvénnyel kapcsolatosan két egyszerű számítást szeretnék megmutatni. Az első, a hidrogén atomban a proton és az elektron közötti erőt szeretném majd kiszámolni. Itt ott a képlet, ugye, és a képlethez ott benne vannak a töltések, ugye egy pozitív és egy negatív töltés, de ez világos, hogy ez vonzó erő lesz. És a másik, amivel szeretném összehasonlítani, az a két proton között ható erő. Ez a két proton egy vasatomban legyen benne, ahol 26 darab proton van az atommagban, és ugye ez egy taszító erő lesz, mert a protonok azok azonos előjelek az előzővel ellentétben. Aztán, hogyha megnézzük, akkor a távolságok más nagyságrendbe esnek. Tehát az azt jelenti, hogy 5,3×10^11 a hidrogénatomban a proton és az elektron közötti távolság, illetve hogyha megnézzük ugyanezt az atommagban, a vasatommagban, ott az 4×10^-15 méter. Ugye, és akkor, hogyha az ember ezt megnézi és kiszámolja, akkor az egyik az 8,2×10^8 newton, és a másik az meg 14 newton. Nem kevés. És tessék megnézni, hogy durván 9 nagyságrend van közöttük. 8-9. Akkor ugye, az elektrostatikának a hasznosságába az ember belegondol, és föltesz a kérdés, hogy mire lehet jó példa az elektrostatika, mert nekem egy nagyon jó barátom itt az ELTE-n, Róka Andrásnak hívják, talán ismeri a hallgatóság, és ugye amikor ő elkezd mesélni az elektronok táncáról, hogy az elektronok amikor átrendeződnek és kémiai folyamatok jönnek, akkor ugye akkor erőkről beszélünk, míg az atommag hasadásnál kicsivel nagyobb erőkről van szó, de nem sokkal, mint egy 8 nagyságrenddel nagyobbat, tehát ezt meg lehet majd szépen érteni. Úgyhogy a következő kísérlet, az úgy fog kinézni, hogy én hoztam egy Van de Graaff generátort. Ez a Van de Graaff generátor, ez arra jó, hogy ha bekapcsoljuk, akkor a felső részén, ezen a gömbön meglepően nagy mennyiségű töltést tudunk összegyűjteni. Tehát, hogyha bekapcsolom, akkor ezt mindenki láthatja, hogy itt komoly nagy csattogások vannak. Ugye a Van de Graaff generátort, ha közelről megnézi valaki ezt a Van de Graaff generátort, akkor lehet látni, hogy két megfajtás létezik. Az egyik lehetőség az, hogy villanymotorral, a másik lehetőség az pedig az, hogy meg lehet ezt hajtani kézi kurblival is. Talán így mutatom, hogy lehessen látni. Hát az asztalt nem, de megmutatom, hogy itt van egy ilyen kézi kurbli. Sikerült megmutatni? Jó. És akkor ugye, hogyha az ember ezt fogja magát ide, ráteszi, és akkor mostantól már kézi hajtással megyünk. Semmi többet nem teszek, csak 1, 2, 3-at fordítok rajta, és tehát pusztán kézzel is ezt meg lehet tenni. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a villanymotor azért került rá, mert gondoltak a lusta fizikatanárokra, meg ez úgy jobban eladható, hogyha valamiben villanymotor van. Tehát tessék meg, 1, 2, 3, és akkor egy ilyen jó 8 cm-es szikra. Ha utána számolunk, hogy a levegő átütési szilárdsága száraz esetben akár 30 000 volt per cm is lehet, akkor ki lehet számolni, hogy ezek eléggé nagyméretű feszültségekről beszélünk. Azért én visszarakom itt a villanymotort, mert mutatván, hogy én is lusta vagyok és esendő ember, és akkor ebből a Van de Graaff generátorral fogunk kísérletezni. Hát, hogyha valaki nagyobb Van de Graaff generátort szeretne látni, akkor azon a két ajtó valamelyikén kimegy, és így lenéz a karzatról, és ott látja azt a Van de Graaff generátort, ami talán Magyarországon a legnagyobb és legszebb. Ugye az itt örülök, hogy ide került,
még akkor is, hogyha aki tervezte, a Simonyi Károly volt a műegyetem egyik nagyon nagy professzora. Még azért annyit mondjunk erről, hogy annak a felső részében egyszer Simonyi professzor úr pár órát eltöltött, miközben a Van de Graaff generátor föl volt töltve. Ha jól emlékszem, ilyen 1,5-2 millió voltra lehetett azt föltölteni, aki mennek megnézik. És ugye ő azt akarta csak megmutatni, hogy a zárt gömbön belül elektrostatikus tér nincs, ezért aztán még ezt is bevállalta. Tehát ha valakinek igazán jó mutatványai voltak, akkor szerintem őt azért ne hagyjuk ki ebből. Na, akkor a Van de Graaff generátorral egy olyan kísérletet fogunk elvégezni. Én egy petri csészét raktam a Van de Graaff, az írásvetítőre, és a petri csészében pedig ricinus olajba kevert grízszemcsék vannak. Hát ez a ricinus olajba kevert grízszemcsékbe fogunk elektródot behelyezni, és ez az elektród össze lesz kötve Van de Graaff generátornak a felső részével, és ha bekapcsoljuk, akkor azt várjuk, hogy valami történik. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy valami történik. A pontszerű töltés, amit itt látunk, tehát ez a pontszerű töltés, ami éppen pont ekkora, tehát az a pontszerű töltés körül kialakul elektrostatikus tér hatására elkezdenek vándorolni a ricinus olajba kevert grízszemcsék, és valamilyen mintázatot fölrajzolnak. Ugye, tessék, gríz. Hát ilyen nagy darabokra megőrült búzaszemek. Tehát nem liszt, hanem gríz. Lehet, hogy mással is működik, csak valahogy ez így történetileg így alakult. No, tehát akkor ugye ezek rendeződnek, és ezeknek a rendeződésével kapcsolatosan most már elég jópofa dolgokat fogunk tudni mondani. Ugye láttuk ezt a képet láttuk, hogy a Coulomb erőtörvény, és a Coulomb erőtörvény ugye mondja azt, hogyha közelebb és közelebb megyünk, akkor nagyobb lesz az erő. Ugye, ha elosztjuk ezt a Coulomb törvényt a Q-val, akkor ugye megkapjuk az elektromos térerősséget, és hát ugye, amit elsőként észre lehet venni ennek az ábrának, hogy ez egy szimmetrikus ábra, egy pontra szimmetrikus, hogyha rájövünk arra, hogy ez egy térbeli dolognak a síkmetszet, akkor azt mondhatjuk magának a pontszerű töltésnek az erőtere gömbszimmetrikus. És akkor ebben a gömbszimmetrikus térben azt látjuk, hogy vannak vonalak, és akkor, hogyha ezek a vonalaknak megnézzük a tulajdonságait, tehát ugye lehet látni, itt vannak ezek a vonalak, ezeknek a vonalaknak a tulajdonságairól szeretnék egy pár szót mondani. Ugye az erővonalaknak a sűrűségéről szeretnék elsőként mesélni, amit úgy tudunk megállapítani, hogy vesz az ember egy egységnyi hosszúságú szakasz, mondjuk itt, és ezen az egységnyi hosszúságú szakaszon, abban a pontban, ahol kíváncsiak az elektromos térerősség nagyságára, megnézem, hogy hány darab erővonal megy rajta keresztül, ez az erővonal sűrűség arányos lesz a térerősséggel. Hogy a térerősséggel kapcsolatosan még egy apróságot rájöttem, hogy föl kéne rakni, az azt jelenti, hogy eltaláltam elsőre. Na. Jó. Tehát akkor az a lényege, hogyha meg akarunk adni az E térerősséget, mint az R helyvektor függvényét, ugye erre leszünk végig kíváncsiak, akkor ugye a térerősséget, mint vektort meg lehet kétféleképpen is adni. Az egyik, hogy megadjuk az EX, EY, EZ komponenst, vagy azt is megtehetjük, tehát az EX, EY, EZ komponenseket, tehát ez az egyik lehetőség, vagy megadhatjuk, hogy az E abszolút értéket adjuk meg, és megadunk két szöget. Így mi. Na most mi az utóbbit fogjuk erőltetni, és az E abszolút értéke, ez az én mondásom, hogy ez az E abszolút értéke arányos lesz az erővonalnak a sűrűségével. És akkor azt látjuk, hogy minél közelebb megyünk az erővonalak mentén a pontszerű töltéshez, egyre sűrűbbek lesznek az erővonalak, ott az erőtörvényből ez nagyon szépen látszik is. A következő lehetőség, ugye, amire kíváncsiak vagyunk, hogy tudjuk meg az alfát, ezt nagyon egyszerű tennivalónk van, az erővonalnak az adott pontban, tehát amire kíváncsiak vagyunk, tehát a feladatunk az, hogy az erővonal kép segítségével adjuk meg, hogy mekkora az elektromos térerősség.
És akkor ugye az abszolút értékét azt már látjuk. Akkor a következő az lesz, hogy az adott pontban szeretnénk megtudni a vektornak a hatásvonalát. A vektornak a hatásvonalát úgy fogjuk megtudni, hogy adott pontban az erővonalhoz húzunk egy érintőt. Hát most egyszerű az, mert egyenes az érintőt húzni, ez nem egy bonyolult dolog. És akkor ugye világosan látszik, hogy akkor, ha mondjuk egyszerűség kedvé kinézem ezt a pontot, itt van az erővonal, ehhez a ponthoz húzok egy érintőt az erővonalhoz, és akkor már csak azt kell eldönteni, hogy az erővonalon azon a ponton befele fog, vagy kifele mutat majd a térerősség. Ugye azt tudjuk, hogy a próbatöltés az mindig egységnyi nagyságú és pozitív, tehát hogyha ez egy pozitív töltés, tehát ez itt egy pozitív töltés, ez itt mi, akkor itt a pozitív próbatöltésre kifelé fog mutatni az erő, a térerősség vektorunk, ugye, és ez lesz a második adatunk ehhez képest. Ugye, ha térben veszünk, akkor mindenki rájön, hogy ez egy gömbszimmetrikus és egy ilyen gömbi koordinátákkal leírható kis vektorról van itt szó. Tehát mindenki értheti ezeket a dolgokat. Ugye az erővonalakkal kapcsolatosan most már akkor látjuk, hogy ez az erővonalkép, ez egy eszméletlenül szemléletes dolog, mert ránézünk, és azonnal látjuk. Egy dolgot nem rajzolnak fel ezek a grízszemcsék, de egy biológus barátom azt mondta, hogy már dolgoznak rajta. Még nyilakat nem csinál magából, de a géntechnológiának következtében talán erre is lesz mód. Na, tehát akkor ugye megvannak az erővonalak. Ha egy pozitív vagy egy negatív töltés, pontszerű töltésnek az erővonal képeit szeretnénk felrajzolni, akkor a pozitív töltésből kifele mutatnak a nyilak, és a negatív töltésbe pedig befele mutatnak a nyilak. Ezt csak azért mondom, persze ezt mindenki tudja, mert ennek most vele célom van. Akkor az erővonalnak a tulajdonságai, észre fogjuk venni, hogy minden erővonal, tehát ugye most itt többfajta képet fogok felrajzoltatni a Van de Graaff generátorral, minden erővonal olyan lesz a nyugvó töltésekből kivonuló erővonalak, hogy töltésből, pozitív töltésből bújnak ki, és negatív töltésen fognak eltűnni. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy az elektrosz, tehát itt most az erővonalról, a nyugvó töltéseknek az erővonal képéről beszélünk, hogy megtaláltuk a térnek a forrásait. Tehát forrásos tér. Pozitívan bújik ki, negatívan pedig fog eltűnni. Tehát az erővonalaink azokról elmondhatjuk, hogy forrásosak. Azt is majd minden egyes alkalommal el kéne mondom, de előre bíztatok mindenkit, hogy nézzék meg, hogy az erővonalak sohasem fognak önmagukba záródni. Ez egy fontos momentum, ezt úgy mondjuk, hogy örvénymentes. Örvénymentes. Tehát forrásos és örvénymentes lesz az erővonalképünk. Ha valaki egy kicsit matematikából járatos, akkor föl fog kiállítani, és azt mondja, hogy ha, akkor ez biztosan konzervatív erőtér. Ugye ez szükséges és elégséges feltétele, hogy forrásos és örvénymentes a tér, hogy akkor ez a tér, ez konzervatív lesz. Na, arról beszélünk egy kicsit, mert ez így elsőre, hogy azt mondom, konzervatív, lehet, hogy valakinek a parlamenti választásoknak a konzervatív része fog jutni, de szó nincs ilyesmiről. Nézzük meg, ott van ugye az erőtörvényünk, az direkt van ott folyamatosan fönn, tehát az egyik szemünkkel, mint a kamélon oda nézünk, a másik része oda, és a kettőnek a kombinációjában meg gondolkozunk. Tehát valahogy így kell elképzelni. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk ezt a pontot nézzük, ezen az egyenesen megyünk befelé, akkor világosan látszik, hogy a függvényt akarnánk húzni azt, hogy a hely függvényében az erő az hogy néz ki, ugye, ez legyen az R, akkor ugye azt fogjuk tapasztalni, hogy valami ilyen 1 per R a négyzeten alakú függvényünk lesz. Ez idáig szépen látszik. Na most akkor az lesz az érdekes és tennivalónk, hogy azt mondom, hogy elmegyünk, hát az nem is a tanterem sarkák, de mondjuk a végtelenhez közel, és onnan elindulunk és hozunk egy töltést, akkor a töltésre az erő,
az pontosan ez szerint, a függvény szerint fog alakulni, és hogyha valamilyen oknál fogva elkezdjük ezt a, hogy ez az a P pont, ahova jövünk, akkor ugye a P pontban, P pontig megtehetjük, hogy megnézzük, mennyi lesz a görbe alatti terület, és hogyha megvan ez a görbe alatti terület, akkor a végtelenből odáig elcipelt töltést ennyi munkával fogjuk tudni oda cipelni. Tehát ez azt jelenti, hogy újabb sejtésünk van, még megyünk be fel az erdőbe, előbb-utóbb tisztulni fog a kép. Az erővonalakról nem felejtjük el, hogy az erőhöz, az mindig benne van az erő. Ez nagyon fontos. Ugye, ha már elmondtam ezt, hogy görbe alatti terület, akkor a vevé az egyenlő F és az S-nek a skalár szorzata. És akkor most játszunk egy kicsit, meg gondolkodjunk is, tehát ez gondolkodható játék. Tegyük fel, hogy egy pontba ott vagyok, és azt a feladatot kapom, hogy úgy mozogjak, hogy mindig az erővonalakra merőlegesen mozogjak. Tehát az adott pontból elindulok, és úgy megyek mindig, hogy az erővonalakat nézem a lábam alatt, és arra mindig merőlegesen. Akkor praktikusan látszik, hogy ez a vektorszorzat, ez a két vektornak a skalár szorzata nullát fog adni. Vagyis munkavégzés nem lesz. Egy olyan görbén, egy olyan úton fogok menni, ahol a munkavégzés az nulla lesz. Ez gondolom világos. Milyen lesz ez a görbe? Ebben az esetben nagyon könnyen meg lehet mondani. Hát ez egy koncentrikus kör lesz, amelynek a közepében ott van a töltés, és akkor ez azt is jelenti, hogy a koncentrikus kör, azt megjegyezzük. Ez egyébként térben egy gömbfelület lesz. A másik lehetőség, azt már végig tárgyaltuk, hogy éppen az erővonal irányába, vagy az erővonallal szembe, tehát megegyező, vagy szembe fogunk menni, és akkor kapjuk azt a görbét. Abban az esetben pedig a munkavégzésünk világosan látszik, hogy éppen a két vektor abszolút értékének szorzatával fog előállni. És akkor ugye ez a két alapmozgás lehet, ugye az erővonal irányába, vagy az erővonalra merőlegesen, és a valóságban ezeknek a lineáris kombinációja lesz majd együtt. Tehát, hogyha majd egy fizika példával fognak benneteket például megtalálni, akkor nem lehetetlen, hogy nem ilyen vegytisztán az egyik vagy a másik, hanem a kettő kombinációja is lehet. Nos, akkor azt kell mondjam, hogy a matematikus szemmel nézve, ha látjuk, hogy a tér forrásos és örvénymentes, akkor az azt jelenti, hogy létezik egy skalárpotenciál, mint függvény. Ez azt jelenti, hogy a tér minden egyes pontjához hozzá tudunk rendelni egy számot, egy skalárszámot, ami azt fogja megmutatni, hogy az ott levő töltésnek mekkora az energiája, illetve mekkora energiával lehet onnan elvinni. Ez világos, ugye? Tehát ezt jelenti, és hát igazából akkor az azt is jelenti, hogy akkor elkezdhetünk olyan föltenni olyan dolgokat, hogy azon pontok mértani halmaza, ahol a skalárpotenciál állandó, az mit jelent? Tehát akkor tessék gondolkodni, kóstolgatni ezt, amit mondok, hogy azon pontok mértani halmaza, ahol a skalárpotenciál állandó, azt úgy is hívhatjuk, hogy ekvipotenciális felület. Ugye? Tehát én most remélem, senkinek nem mondok újat, csak úgy összefoglalni szeretném, hogy én hogy gondolom meg, hogy tudom. Már csak azért is, mert abban reménykedem, hogy ez összefoglalásnak jó. Tehát akkor ugye megvan az ekvipotenciális felület, és akkor most nézzünk egy másik elrendezést, hát ha abból még jön ki valami. Tehát akkor azt csinálom, hogy először is a rendezettséget megszüntetem, ha úgy tetszik, növeljük az entrópiáját a gríz szemcséknek, igen. Van még egy elektródom, ezt a másik elektródot ezt ide fogom kötni, tehát most az egyik elektród egy pozitív, a másik elektród egy negatív töltést fog adni, így. A két töltés azonos nagyságú, ellentétes előjelű, és ha bekapcsoljuk, akkor rendeződni fognak a gríz szemcsék, és akkor itt megint csak nagyon szépen fogjuk látni azt, hogy az elektromos térnek
az erővonalai pozitívban bújnak ki, negatívan tűnnek el. Az is világos, hogy egy kicsit bonyolultabb ezt az erőteret kezelni. Ugye itt annyit kell mondjak, hogyha valaki Newton mechanikát jó megtanulta, akkor szuperpozíció elvével ez egy gyerekjáték, csak sokat kell számolni. De hát ma már nagyon egyszerű dolgunk van, van egy csomó számítógép, és akkor oda kell adni feladatnak, de akkor tudjuk odaadni feladatnak, ha tudjuk, hogy mit kell megfogalmazni, mi a feladat. Ezt meg is tudjuk írni neki. Ha valaki akar, eljátszhat itt is, hogy az ekvipotenciális felületek hogy néznek, egy kicsit ez már bonyolultabb, de vannak erre programok, amelyek ezt pikpak fölrajzolják gyorsabban, mint hogy az ember el tudná képzelni. Még egyszer mondom, forrásos, örvénymentes, azt mindig tessék ellenőrizni, és akkor van egy olyan törvényünk is valahol itt az elektrostatikában, hogy Gauss-törvény. Akkor nézzük meg a Gauss-törvénnyel kapcsolatosan, mit tudunk mondani. A Gauss-törvény egyik oldalán egy integrál van, a másik oldalán meg valami skalárszám, és akkor ez azt jelenti, hogy veszünk egy felületet, így ezen a ábrán az egy görbe lesz, egy zárt görbe, és megnézzük, hogy ebben a zárt görbén a felületen átmenő erővonalak száma, pozitív és negatív erővonalak számának mennyi az algebrai összege. És azt jelenti, hogyha ez az algebrai összegből meg lehet mondani, hogy az zárt területen belül az elektromosan töltött részecskéknek, a pozitív és negatívnak az algebrai összegével lesz egyenlő. Ezt kell megérteni, mindjárt elmondom ezt, hogy kell érteni. Vegyünk egy egyszerű görbét, itt van mondjuk ez egy pozitív testnek tétezzük föl, körbevesszük egy tetszőleges bármilyen görbével, és megszámoljuk, hogy hány darab erővonal megy kifelé. És akkor ahány erővonal megy kifelé, az arányos lesz azzal, amit ott pozitív töltést találunk benne. Ha ugyanezt elvégezzük a felső negatívra, akkor ugye ott az előjelváltás miatt, tehát a negatív töltésből csak befele menő erővonalakat fogunk látni, és ezek az erővonalak, ezek pontosan a töltés nagyságával lesznek megegyezően, tehát arányosan számok. Ha körbevesszük mind a két töltést, tehát a pozitívat és negatívat, akkor világosan látszik, hogy nulla lesz az erővonalak száma, kilépő és belépő erővonalakat, ha összegezzük, és hát a töltések összege is éppen nulla. De akkor is nullát fogunk kapni, ha mondjuk egy olyan területet nézzünk ki, amiben nincs töltés. Ugye itt bemegy, ott kimegy, és akkor így lehet értelmezni, tehát amikor a Gauss-törvényt valaki ránéz, akkor jusson eszébe ez a képlet. Vagy, bocsánat, ez az ábra, ez a kivetített ábra, mert ez alapján megérti, hogy a Gauss-törvény miről szól. Nem bonyolult, tényleg nem bonyolult, csak ugye én többször szoktam mondani, hogy egy képlet akkor jó az ember életében, ha minden egyes betűhöz tartozik egy kísérlet. És akkor nem a betűt látja az ember, hanem a kísérletet mögötte. Tessék? A pi-hez? Hát most én azt gondolom, hogy a pi-hez kísérletet. Próbáljuk meg. Vesz az ember egy négyzet alakú lapot, és megkéri az összes hallgatót, hogy egy méterről dobjon bele egy petár, egy ilyen dartot, és akkor gyakorlatilag mondjam tovább, vagy megvan? Jó. Annyit kell csak tenni. Bocsánat, tehát annyit kell tenni, hogy vesz az ember egy ilyen négyzet alakú lapot, így. Megkér mindenkit arra, hogy dobjon bele mondjuk egy méterről egy ilyen dártot, és akkor itt össze-vissza lesznek ezek a részek, utána megnézi az ember beleírható kört, és akkor itt 3,14-szer több lesz, mint kívül, ha jól emlékszem. Javítsatok ki, de ez általában csak nagyon nagy számra igaz. Hogyha nagyon jó vissza akarjuk a pi-t tenni, akkor lehet, hogy az egész földet is össze rá kell biztatni arra, hogy dobjon egyet. Na, ahol is tartottunk? Ott tartottunk, hogy megvan a Gauss-törvény. Akkor a következő elrendezés, amit szeretnék megmutatni, az úgy fog kinézni, hogy azonos előjelű lesz mind a két töltésünk. Tehát most nem egy pozitív és egy negatív, hanem két pozitív vagy két negatív töltés körül kialakuló elektrostatikus erővonalakra vagyunk kíváncsiak. Így. És akkor megnézhetjük, hogy tényleg másmilyen lesz az erővonalkép.
És akkor... Nem felejtjük el, minden esetben megnézni, hogy pozitívan születik, negatívan tűnik el, és nincs benne örvény. Ez nagyon fontos minden egyes alkalommal. Na, a következő, amit szeretnék ezután megmutatni, az az, hogy nagyon sok pontszerű töltéssel fogunk kísérletezni, nem csak kettővel, hanem sokkal többel. És hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani, mert az nem mindegy. Hát rábízzuk a természet törvényeire, hogy legyen egy olyan, hogy egy, itt van, ez egy kiterjedt ilyen egyenes vezető. Erre az egyenes vezetőre elektromosan töltéseket fogunk tenni, akkor azok a töltések, azok taszítván egymást, egyenletesen fognak eloszlani, és amikor kialakul ez a rendszer, akkor azt lehet mondani, hogy ez a fémes elektród jellemezhető avval, hogy méterenként egy megadott mennyiségű töltés van rajta, ha úgy tetszik, egy lineáris töltéssűrűség körül kialakuló elektrostatikus tér erővonal képét látjuk. Ugye, amit érdemes megnézni, az erővonalak, bárhol is nézzük, mindig a felületre merőlegesen lépnek ki a fémből. Azt tessék megfigyelni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a fém felületén, ha mozgatunk egy töltést, akkor mindig merőlegesen tudunk mozogni, és a munkavégzés az éppen nulla lesz. Ebből az is látszik, hogy a fém felülete az egy ekvipotenciális felület. Gondolom én. Azt, hogy ez pontosan egy hosszú egyenes vezetőnek a tere, vagy pedig egy kiterjedt síknak a tere, amelynek a merőleges síkában vizsgálódunk, azt most nem tudjuk eldönteni. De hozzátehetjük ezeket a dolgokat. Tehát magyarul nekünk a probléma felvetési ismeretében tudjuk megmondani, hogy ez egy hengerszimmetrikus tér lesz, vagy a síkra lesz valami szimmetria. Hát ez nem teljesen világos. Néha szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni, hogy ezt, hogy jön az ember, például itt nem szokott, de ott az egyetemen előfordulhat, hogy bejön a szobám felül egy macska, az egész biztosan, hogy így fölállítja a farkát, mert hogy ráordítok, nem szeretem a macskákat, és akkor, hogyha a macskának megnézzük a farkát, ami így függőlegesen áll, arra merőlegesen állnak a szőrök, ugye azok az erővonalak. És akkor ugye ha hosszában elvágjuk a macskának a farkát, akkor ezeket látjuk, ha keresztbe vágjuk, akkor egy pontszerű töltést látunk, tehát akkor világosan látszik, hogy hogy jön vissza a térbeliség. Míg hogyha egy kiterjedt síkról van szó, akkor ugye bárhol metszük el, mindig ugyanezt fogjuk kapni. Hát biztos, hogy nem az enyém ez a macska, mert én elüldözöm, tehát... Jó, amit nézzünk meg egy másik elrendezést, van még egy ugyanilyen elektród, és akkor ez a másik elektród, ez arra lesz jó, hogy két ellentétes előjelű elektróddal fogunk vizsgálódni. Az egyiket pozitívan töltjük föl, a másikat negatívan. Így. Nagyon nem fogom hosszú ideig bekapcsolva tartani, mert ugye a kettő között meglepően nagy az erő, és ha nem vigyáz az ember, akkor összehúzza egymást a két elektród. Hát el lehetne jobban is keverve ez a... Hát dehogy jó, legyünk igényesen. Jó. Tehát... Úgy. Aha. Akkor azt látjuk, hogy a két párhuzamos vezető, vagy a sík kondenzátornak az erővonal képét látjuk. Ugye a középiskolában beszél az ember erről a dologról, akkor azt mondjuk, hogy vegyük észre, hogy a két fegyverzet közé lokalizálódik az elektrostatikus tér, a kondenzátor fegyverzetén kívül nem rendeződnek a részecskék, és tehát akkor az azt jelenti, hogy csak ott van elektromos tér. Na most aztán a ember, hogyha
észreveszi a gyerek, középiskolás gyerek, az a büdös kölök, hogy azért itt azért van valami, meg ott arra följebb is van valami, akkor ugye erről a tanár hallgat, és hogyha sokáig mondja a tanárnak a gyerek, hogy ott mégiscsak van valami, akkor gyorsan beír neki egy egyest. És akkor elcsitítja. Ez nem jellemző, csak mondom. Hogyha valaki eljön a BSC-re, akkor az a BSC-n azt mondják, ó, hát ott van, persze, szórt kapacitásnak hívják, és hogyha gondolja az ember, akkor találhat rá közelítő formulákat, hogy ezt a szórt kapacitást lehet kezelni. Aztán, hogyha valaki egy kicsit igényesebb, esetleg MSC-re jár, akkor az körbe is integrálhatja, és akkor egész pontos adatokat tudunk meg a kondenzátorról. Így aztán, amikor a szórt kapacitásra valaki rákeres, ne csodálkozzon, hogy akár egy tekercsnek is lehet szórt kapacitása, hogy ott is, ha valaki végig gondolja ezt majd hazafelé, vagy elalvás előtt, akkor fogja látni, hogy igenis van, és amikor valami nagyon precíz mérnöki dolgot akar az ember megoldani, nehogy Isten mondjuk egy tesztatrafót akar méretezni, akkor ugye ott elhanyagolja a tekercsnek a szórt kapacitását, nagyon nem az fog kijönni, amit szeretne. Tehát attól függően, hogy mi a problémának a mélysége, milyen mélyen akarjuk megtanítani. Persze lehetne a középiskolában is szórt kapacitásokról beszélni, csak akkor háromszor ennyi fizika óra is kevés lenne. Tehát muszájból vagyunk, ugye, hogy mit lehet megtenni. Meg ugye az nagyon fontos, hogy az gyereknek csak annyit mondjunk, amennyit abban a pillanatban könnyedén föl tud fogni. Ha sokkal többet mondunk, akkor dűrohammal elfordul, és elővesz valami újságot, és azt fogja keresztrejtvényt fejteni. És akkor az elektrostatikus térrel kapcsolatosan még van egy elrendezés, amit úgy gondoltam mindenképpen nézzünk meg. Ez a ricinus olaj, ez borzasztó. Eddig is gyűlöltem, de most ide kellett szállítani, és kifolyott az egész. Nem baj. Belefér a költségvetésbe. Na tehát, egy olyan elektródot hoztam még, amelyik egy ilyen körgyűrű alakú elektród, és akkor ez a körgyűrű alakú elektród, igen, ha kapcsoljuk a Van de Graaff generátort, akkor szerintem nagyon szépen látszik, amit szeretnék ebben megmutatni. Ha valaki megkérdezi, akkor ez egy gömbhéj is lehet, vagy egy gömb, vagy esetleg ez a gyűrű. Látjuk, hogy a gyűrűn belül nincs rendeződés, kívül pedig az elektromos erővonalak ugye olyanok, mint a balon belül lenne egy pontszerű töltés. Hát ugye ez tipikusan a Faraday kalitkának a bemutatását, egy elmagyarázását lehet tenni. Azt érdemes megnézni, hogy az erővonalak itt nagyon szépen látszanak, hogy a felületre húzott érintőre merőlegesen lépnek, itt tényleg ekvipotenciális felület van, és a belül pedig egész biztosan nem találunk elektromos teret. Na most jön a magán megjegyzésem. Ugye az nagyon fontos, hogy nem felejtjük el, hogy amióta én beszélek erről, mindig nyugvó töltések körül található elektrostatikus térről beszélek, csak is kizárólag. Most ugye a fizikában nem járatos embereket nem szokta zavarni az, hogyha keveri a fogalmakat. Éppen ezért aztán például valakinek az a képzete tárul, hogy is van az, hogy Faraday kalitka, és hol lehet használni például, miért van az, valaki fölhívja a figyelmet, hogy ha mobiltelefont betesszük a mikrohullámú sütőbe, amiről tudjuk, hogy Faraday kalitka, hiszen körbe be van zárva a fém dobozba, és a mobiltelefont mégis föl lehet hívni, ha ott bennülne valaki, akár lehetne telefonálni is, és ugye ott van a Faraday kalitka, hogyan lehet ezt föloldani. Hát ha valakinek nem akarjunk ugye elsőre lehülyézni, akkor csak kezdjük el óvatosan adagolni neki a dolgokat, hogy ugye a Faraday kalitkát azt nem másra találták ki, mint a nyugvó töltések körül kialakuló elektrostatikus térrel. Most akkor föl kell hívni a jómadárnak a figyelmét arra, hogy nyugvó statikus, tehát nyugalomban levő töltésekkel hogyan lehet kommunikálni. Jó? Tehát, hogy az információ így hogy fog eljutni.
Aztán, hogyha valaki jobbat akar, akkor beírja, hogy fizikaiszemle.hu, megkeresi azt, hogy minden tudás a középiskolában, és a mobiltelefonok árnyékolása című Tihi Géza cikket elolvassa. Annyit tudok mondani, biztatásként, hogy ebben a sorozatban semmelyikben nem lehet egy kép, tehát meg lehet úszni egyszerűen a dolgot. Jó, tehát világos. Amikor ezt így el szoktam mondani, az át a másik fatornyosba, akkor szoktam mondani, hogy ha ezek után valaki feledékkalitkát nem nyugvó töltésekre mondja, és az én nevemet mondja a tanárai között, az biztosan kitaposom a belét. Az egész biztosan. Jó, tehát utána megyek, elharapom a torkát, belét kitaposom. Nem, azt tessenek tudomásul venni, hogy ez így van. Ez viccesnek hangzik, de én komolyan gondolom. Tehát ne nevessetek ezen, ez tirátok is vonatkozik mostantól. Jó, akkor ugye azt hiszem, hogy ezt mindenki látja, hogy az elektromos tér az ugye ez egy még egyszer forrásos és örvénymentes tér. Ennek megfelelően konzervatív is, és hát akkor most ettől elköszönünk, és megnézzünk egy másik fajta teret. Ez a másik fajta tér, ez úgy fog előállni, hogy nem Van de Graaff generátorral fogok kísérletezni, hanem van itt egy viszonylag nagy áramú áramforrás. Hol van? Itt van egy ilyen nagy áramú áramforrás. Hát ha nagyon akarja az ember, akkor rövid zárásban 100 ampert tudunk vele csinálni. És amivel kísérletezünk, itt van egy vezeték. A vezetéket egy ilyen plexilemezen átfűztem, és itt van a két kivezetés, a két vége. Úgy. Azt akarom kérdezni a kamerásokat, hogy elég intenzív a kép, vagy átrakjuk a másik irányvetítőt. A kamerásokat, mert van, aki vidéken nézi, tehát úgy értem, hogy hogy látszik ez? Megbeszéltük. Jó? És akkor ezen a dróton keresztül fogunk, és akkor azért, ugye ott azért kéne vastag drót, mert vékony vezetékben vastag szigetelés, ebbe pedig vastag vezeték körül vékony szigetelés is elég. Itt az fontosabb, hogy inkább a drót legyen vastag, ott meg inkább a szigetelés. Ugye, tehát ott feszültség, itt meg áramerősség. És akkor az a lényege, hogy... Az a lényege, hogy meg fogjuk hinteni vasreszelékkel. Így. Megnézzük, hogy mennyire tudjuk élesre állítani a vasreszelékeket. Így. És akkor most bekapcsolom az áramot. Már valami történik, de hogy valami történjék, valami jó is, egy kicsit megkopogtatom, de csak azért, hogy egy pillanatra levegőbe kerül a vasreszelék, és a vasreszelék szépen rendeződik a levegőben, és úgy hullik le. És akkor látunk egy erővonalképet ismét. Ez az erővonalkép ez úgy jött létre, hogy ezen a ponton, hol van, ezen a ponton, vagy befelé, vagy ebbe az irányba kifelé folyik egy áram, és ennek az áramnak van mágneses tere. És ennek a mágneses térnek a segítségével sikerült rendezni az erővonalakat, és látjuk, hogy ez egy teljesen másmilyen erővonalkép. Már nem, tehát ugye azt mondtuk, hogy az erővonalnál azt, hogy mik a források, azt úgy találjuk meg, hogy elmegyünk az erővonal végére, az egyikre, meg a másikra, és akkor ott megtaláljuk a forrást és a nyelőt. Tegye fel a kezét, aki látja, hogy ennek a térnek hol vannak a forrásai. Hát ugye minden erővonal önmagába záródik. Tehát akkor ez a tér, ez forrásmentes tér lesz. Csak hogy itten egyik szavamat a másikban ne öltsem. Így, ez egy forrásmentes tér. Forrásmentes,
És hogyha jól megnézzük, mindegyik önmagába zározik, és ez egy örvényes tér lesz. És ez a nagy különbség. Első közelítésre, örvényes. Egész biztosak lehetünk benne, hogy ehhez a térhez nem fogunk tudni hozzárendelni skalárpotenciált. Egész biztosak. Vannak más gondjaink is, például az egyik az, hogy itt pólusokat, tehát pozitív és negatív töltéseket nehezen tudunk megkülönböztetni. Tehát úgy, hogy mágneses monopólus, az nincsen. Hát most erről beszélhetnénk, egyébként volt egy olyan előadás épp itt az Atomcsillan, ahol éppen ezt feszegették, hogy van mágneses monopólus, aki nem látta, ajánlom figyelmébe. Szórakoztató egy előadás, nekem nagyon tetszett. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ugye az, hogy ez a tér örvényes, ezzel kapcsolatosan készítettünk egy kisfilmet. Ezt a kisfilmet szeretném levetíteni, még azt is elmondom, hogy pontosan miért. Ugye a lényege a dolgoknak az, hogy ha ez az áram a hüvelykujjamnak megfelelően befelé folyik, akkor ugye itt befelé folyik, akkor a körbejárás iránya, az erővonalak körbejárás iránya az éppen óramutatóval megegyező irányú lesz, ha kifelé folyik, akkor pedig épp ellenkező. Tehát a jobb kezem, tehát a jobb hüvelykujjunk az áramirány, és a másik négy ujjunk pedig a körbejárás irányát adja. Majd ebben a filmben el is hangzik szépen ilyen veretes Maxwell-féle megfogalmazásban ez a történet. Tehát, hogyha lenne egy mágneses monopólusunk, nincs, ez is a béltaposásra megfelelő szentenciát tessék ide bekopipésztelni. Ha lenne, akkor oda bedobnánk egy testet, egy mágnesesen töltő testet, akkor az erővonalak mentén szépen körbe-körbe menne. 1823-ban Faraday csinált erre egy kísérletet, amit nézzünk meg együtt. Föl lehet tenni a kérdést, hogy a Faraday-féle kísérlet miért nem hoztam el. Valami még nem az igazi. Azt fogjuk csinálni, hogy... És csak az egeremet keresem. Egér-egér ki a házból. Aha. Hát komolyan mondom. Jó. Hosszú, egyenes és teret gerjeszt. Az indukcióvonalak a vezetőre merőleges, koncentrikus körök. A mágneses tér irányát szemléltethetjük Faraday 1821-ben összeállított kísérlete alapján. Egy higannyal telt üvegpohár aljának közepéhez egy rudmágnes déli vége van rögzítve. A mágnes felső, északi pólusa szabadon elmozdulhat. Bocsánat, hogy itt megállítom, csak itt egy magyarázat jön. Tehát van egy hosszú dipólus, annak az egyik végét lenyűgözzük a edénynek a közepére, aljának a közepére, és az a fönti rész, az kellően távol van tőle, úgy viselkedik, mintha monopólus lenne. Nehogy azt mondják, hogy van monopólus, mert sokba kerül. Igen, higany, az edényben higany van. Bravo. Pedig... Igyekeztem beállítani, hogy hülye üzenetekkel egyötörjön a Windows minket, de hát ez nem jött össze. Tehát higany van, a higanyban ugye ott van az a rúdmágnes, és a rúdmágnesnek a sűrűsége kisebb, mint a higanyé, ezért úgy áll, mint a pecásnak az úszója. Istenben van.
hudmágnes fölé egy egyenes vezetőt rögzítünk, amelynek alsó vége a higanyba ér. Az egyenes vezetőn és a higanyon keresztül zárt áramkört hozunk létre. Ha az egyenes vezetőn áram folyik, a mágnesút felső vége körözni kezd a vezető körül, követve az indukcióvonalak irányát. Hát azokat, amik ott alul vannak, az nem véletlenül van odavetítve. Tehát ezt előre meg van tervezve, hogy ami ott fölül van, az azok mentén mozog. Maxwell megfogalmazása szerint a mágneses indukcióvonalak az áramvezetőt abban a forgási irányban futják körül, amelyben egy jobb menetű csavart kell forgatni ahhoz, hogy az áram irányában haladjon előre. Figyeljük meg az árammérő műszer előjelváltását, mikor az áram irányát megfordítjuk. A mágnes keringés iránya az óramutató járásával ellentétes lett. Fordítsuk az áram irányát ismét ellentétesre. Az árammal átjárt vezető és a mágnes közötti erőhatás kölcsönös. Cseréljük fel az áramvezető és a mágnes szerepét oly módon, hogy az áramvezető higanyba merülő vége elmozdulhasson. Rögzítsük a rúdmágnest úgy, hogy a pohár szimmetria tengelyéből ne tudjon kimozdulni. Az áramkör a higanyon keresztül záródik. Ha a körben áram folyik, a vezető köröz a rúdmágnes északi pólusa körül az óramutató járásával egyező irányban. Megváltoztatva az áram irányát, a keringés iránya is megváltozik. Többszöri áramváltáskor a jelenség jól megfigyelhető. Tehát? Igen, 1991-ben készült a film. Én 1989. decemberében kerültem az egyetemre, és egy évig hajlandó voltam ezt bemutatni, és mondtam, utána már csak videón vetítünk, 24 kiló higany kell hozzá. Tehát ez, hogyha valaki megkérdezi, hogy miért nem mutattam be itt élőben, jó okom van rá. Ugye ez azt szoktam mondani, hogy amikor valakit elkapnak cigarettával, akkor az olyan 30-50 ezer forintot kell fizetni a dohánykommandónak. Van egy-két olyan kis hát, ahol cigarettát muszáj bevinni, vagy füstöt. Hát ez egy kicsit többbe kerülne. Ugye ma már egy lázmérőben levő 2-3 mg-nyi higant sem nagyon tűrünk meg, nemhogy 24 kg higant, és ráadásul egy ilyen előadóban. Na mindegy, azt akarom az egészből kihozni, hogy ez a film 1991-ben készült el, és elnézést, hogy ilyen hülye zenét tettünk akkor alá, akkor jónak tűnt. Megfogadtam, és hogyha valaki esetleg a Fizipédiára ellátogat, egyik filmen sincs zene, úgyhogy ha valaki akar, majd alá kever magának. Tehát borzasztó, tehát ezt így véghallgatva kimondottan fáj. Na.
Igen. Tudtam én, hogy miről beszélsz, tehát én magam is érzem ezeket a dolgokat. Igen. Azt mondja, hogy hova akarok. Tudnám, hogy hova akarok én menni, de nem ide. Aha, ide. Jó. Tehát akkor ez megvan. Következő elrendezés, tehát akkor világosan látszik ez az örvényesség, ez mit jelent. Egyébként, ha nagyon elgondolkozik az ember, akkor ebből a kísérletből akár villanyórát is lehetne szerkeszteni. Tessenek csak végig gondolni. Az, hogy mennyire lenne pontos, azt azért, hogy vannak kétségeim. Na, minden esetre, hogyha az ember úgy végig gondol, fizika példát lehet belőle gyártani, mert fizika példában a részletek nem annyira számítanak. Csak maga, hogy mit akarunk kiszámoltatni a gyerekekkel. A következő elrendezés az megint csak a szuperpozíció elve mentén haladunk. Ez egy áramvezető hurok, így. Tehát, hogyha így megnézzük, akkor itt látható az áramvezető hurok. Ha nagyon akarja az ember egyszerűsíteni, egy a síkba befolyó és egy a síkból kifolyó áram szuperpozíciójára vagyunk kíváncsiak. És akkor fogja az ember, vasreszelékkel ezt meghinti, így. Így. És akkor azt szeretném megmutatni, az, amit az előbb elfelejtettem, pedig didaktikailag öreg hiba. Tehát, hogyha én ezt megkopogtatom, akkor nem rendeződik. Csak akkor fog rendeződni, ha áramot is adunk neki, és úgy kopogtatom meg. És akkor érdemes megnézni, hogy mit látunk. Azt látjuk, hogy van két vezető, az egyik a síkba befelé folyik, és akkor, hogyha megnézzük, akkor az áram, amit hoz létre az ebbe az irányba, tehát hogyha ezt befelé folyik, a körbejárás irány az ilyen lesz, pont olyan, amit az előbb láttunk, és arra kell szuperponálni egy olyat, ami a síkból kifelé folyik, és ebbe az irányba járjuk körül. És a kettőnek a szuperpozíciója fog adni egy olyan képet, amit itt látunk. És akkor ezt nézzük meg, hogy mi az, amit látunk. Mert ez egy, én azt mondom, hogy ez egy, meg lehet ragadni a drámai pillanatot, mert itt lehet megmagyarázni ennél az elrendezésnél, hogy nincs mágneses monopólus. Vagy legalábbis makroszkopikus méretben biztosan nem. Mit is tudunk mondani? Azt tudjuk mondani, hogy ez az áramvezető hurokban járjon körbe egyetlen egy darab elektron. Az már áramnak tekinthető. Ugye? Ha az áramnak tekinthető, akkor ennek az egyetlen egy elektronnak az eredményeként az összes erővonal itt lép be, és ott lép ki. Vagyis egy dipólust, egy mágneses dipólust tudtunk csinálni, és akkor most mutassa meg nekem valaki, hogy ollóval hol vágná ketté az északi meg a déli pólust. Világos, ugye? Tehát, hogyha én asztaltársaságban ilyen fizikához nem nagyon értő emberek, ők szoktak nagy pofával a fél műveltek beleszólni, hogy de mégiscsak van, és a fizikusok, a rohadékok elhallgatják, meg mindenféle konteókat mondanak, hogy akkor tessék, itt van, vágja ketté. Világos? Tehát én azt gondolom, hogy amikor van valami, akkor azt is lehet, hogy az ember gyorsan tovább megy ezen, de azért itt egy picit érdemes megállni, venni egy levegőt, egy kicsit elgondolkodni, és akkor ebből az jön ki, hogy az ember kicsit mélyebben megérti azt, amit ezek a vasreszelékek mutatnak, vagyis a stacionáris áram körül létrejövő statikus mágneses terek, hogy nevezzük őket nevén. Erről beszélünk. Hát folytathatjuk tovább a szuperpozíciót, ugye eddig volt egy vezeték, itt a két vezeték, hát ez most már 14 darab vezeték. Az az igazság, hogy most eszembe jutott egy sztori, és hogy mivel úgyisan drámai a feszültség, akkor most elmondom. Egyszer véletlenül úgy raktam föl ezt, hogy így 90 fokkal elfordítva. És ott volt egy ilyen figura az egyetemen az előadóban, és mondta, hogy de tanár úr, nem így van a könyvben. Mondtam neki, hogy ezzel nem múlik, akkor én vissza tudom fordítani, de na mindegy. Hát vannak ilyenek. Úgyhogy azóta meg szoktam nézni, hogy a Budó kisfizbe hogy vannak az ábrák, és úgy rakom le az asztalra. Tehát... Jó.
Tehát akkor itt van ez a vasreszelékkel meghintve, ugye ez egy 14 darab vezeték, amelyik ugye 7 darab áramvezető hurok. Ha meggondoljuk, ugye azt mondtam, hogy úgy lehet megtudni, hogy hogyan néznek ki ez az erővonalkép, hogy ezeket szuperponálni kell egymásra. Nem csak mi tudunk szuperponálni, ők is összeadódnak, és most már nincs arra szükség, hogy kopogtassak. Mert akkora teret fognak produkálni, hogy itt vigyázba áll minden vasreszelék, anélkül, hogy kopogtatnánk. És fölrajzolja azt a teret, ami nagyjából úgy néz ki, mint egy rúdmágnesnek a tere, tehát kívülről. Ez azt is jelenti majd akkor, amikor szeretnénk a rúdmágnest egy árammal átjárt tekercsel helyettesíteni, hát itt van a megoldás rá. Ugye látszik, hogy minden erővonal záródik. Ha valaki itt közel megnézi ezeket a részeket, itt a közvetlen környezetében még látszik az, hogy hogyan néz ki a hosszú egyenes vezetőre merőleges síkban. Szépen összeadódik, és itt látjuk, az egyik oldalon lépnek be az erővonalak, a másikon lépnek ki, ugye az északi és a déli pólus, úgyhogy ím itt van a szolenoid, vagy az egyenes tekercsnek az erővonal képe. És akkor jön a következő, ez pedig megint csak tekercsek vannak, egy speciális elrendezésben, ha ezek a tekercseket szépen megnézzük, hogy milyen formát metszenek ki a térből, akkor el lehet mondani, hogy ez egy torus metsz ki, ezért toroid tekercsnek vagy körtekercsnek szokás hívni, és akkor ha erre kíváncsiak vagyunk, hogy ennek milyen a mágneses tere, akkor szerintem szépen látszik, hogy a tóruszból nem lép ki. A tórusznak a formáját követi, tehát a toroid tekercsen kívül ott nem találunk mágneses teret. Ugye az előzőben elfelejtettem elmondani a szolenoidnál, hogy a szolenoidnak a tere belül homogén, ha tisztességes távolságban vagyunk a cél végeitől, vagyis úgy lehet mondani, hogy a végtelen hosszú szolenoidnak homogén a tere. Ugye ez alapján lehet például csinálni olyanokat, hogy ha valamilyen kísérletet mágneses térbe szeretnénk elvégezni, vagy szeretnénk valahogy homogén mágneses teret csinálni, akkor ugye az egyik megoldás az, hogy egy szolenoidba teszik, ha szeretnénk a szolenoidba belelátni, akkor pedig jön a Helmholtz-féle tekercspár. Tehát itt azokat is mondom, amik előfordulhatnak. Ugye ez a Helmholtz-féle tekercspárról meg az a történet jut eszembe, hogy hol lehet ilyenre szükség. Akkor, amikor még katócsugaras csövet gyártottak Magyarországon, képcsöves televíziót, akkor egyik alkalommal avval szembesültek, hogy Brazíliába kellett volna televíziókat szállítani nagyobb mennyiségben. És ugye azt tudni kell, hogy a televíziónak a képcsövében ugye a katócsugarak azok mennek ebbe az irányba vízszintesen, hogy ez el kell őket téríteni ebbe az irányba is, meg ebbe az irányba is, és ezeket áramok mágneses terével szokás eltéríteni. Igen ám, csak hogy a Földnek a mágneses tere is olyan, hogy eltéríti ezeket a tekercsek, vagy ezeket a katócsugarakat. És ugye, ha meggondoljuk, ahhoz, hogy a színes kép létrejöjjön, ahhoz három darab elektronágyú van a három alapszínnek, a red, green, blue-nak, és akkor ugye, hogy ezek pontosan eltalálják a maszkot, a maszkban azt a lukat és mögötte azt a színű foszfort, ahhoz azért ugye elég rendesen be kell célozni. Na most, amikor az ember elkezd ezt a katócsugarat justírozni, akkor addig szarakozik az ember vele, amíg szépen itt Budapesten beállítja, hogy a színek jók lesznek. Na igen, ám elvisz az ember Brazíliába, ne feledjük el, hogy átmegyünk a Földnek az egyenlítőn a túlfelére, és ott a függőleges komponense az éppen ellenkező lesz, és ennek eredményeként ez nem működik. Na most, hogy ne kelljen Brazíliába justírozni, ezért aztán megcsinálták azt, hogy csináltak egy büdös nagy Helmholtz tekercset, ott a Műegyetemen az eszközök tanszékén fejlesztették, ahol beült a jómadár, aki justírozta a tévét, és beállították azt a függőleges komponenst, ami ott egyébként Brazíliában a fővárosban volt, mert azt gondolták, oda fogják eladni a legtöbb
televíziót, és itt Budapesten justírozták, és ott volt jó kép. Tehát ezt csak azért mondom, hogy a Helmholtz szekercs az nem csak a fizika példákban van, hanem a, hát ez nem mondanám, hogy minden, ami gyakorlatban, de a mérnöki gyakorlatban egész biztosan. Na most ugye ezt a tekercset pedig, ha az ember megnézi, akkor ugye az, hogy ilyen tekercsekkel tele van a világ, és egyre jobban tele lesz, azt ugye szerintem mindenki látja. Egy átlagos komputerben biztos, hogy van legalább 20 darab ilyen toroid tekercs. És akkor ugye a toroid tekercs az ugye homloktérbe kerül, hogy vajon miért? Hát ugye azt látjuk azért, mert a toroid tekercsből nem lépnek ki az erővonalak, vagyis a hatásfoka az egy elképesztően jó lehet, és akkor ugye csak azt kell megtanulni, hogy hogyan csinál az ember toroid tekercset. Ez már mérnöki feladat, és akkor tessék elgondolni, hogy van egy gyűrű, egy ilyen felrit gyűrű, és arra mondjuk 500 menetet szeretne az ember rátekerni. Akkor ugye, hogy mitől lesz ez mérnöki feladat? Nagyon egyszerű a történet. Attól lesz ez mérnöki feladat, mert ugye az 500 menetes tekercs, rögtön meg tudjuk, ki tudjuk akár számolni, hogy hány centiméter húzal kell hozzá. Azt az ember levágja, és azt föltekeri egy speciális vetélőre, amit így szépen így átdugdosgat. És akkor az, ha nem jól csinálja, akkor ez nem fog működni. Tehát, hogyha én tekertem ilyet, inkább nem mesélem, hogy mennyit káromkodtam az elején. Tehát amíg az ember nem veszi precízre, tehát tényleg ott még egy fél centinél se hosszabb lehet a vetélő egy kisebb ilyen résznél. Ha nincs elég drót rajta, akkor kezdheti az ember előre, ha túl hosszú, akkor meg nem fog átférni a lukon. Tehát ez egy szép mérnöki feladat, kézzel elkészíteni is ne az, de és tessék megkapaszkodni, erre csináltak gépet, ami az emberi kéz érintése nélkül akár másodpercenként 4-5 darab 1000 menetes tekercset is csinál. Hát nem gondolhatja senki komolyan, annyi kis kínai van, aki ezt mind megtekeri. Tehát sokan vannak, de nem mindegyik tud tekercselni, meg főleg nem gyorsan. Tehát, hogyha az ember véletlenül kitéved egy ilyen kiállításra, amit itt tavasszal szokott lenni a Magtech, ahol ilyen nagy gépeket mutogatnak, ott azért a gép mellett az ember, hogy megáll, elkezdi nézni, és akkor hát igen, az egy dolog, hogy ez elkészült, aki megtervezte azt a középkorban, biztos megégették volna, tehát tessenek utána gondolni. És mindez csak azért, mert hogy nagyon jó hatékonyságú lehet. Ugye a porvasmagoknál az a lemezelés az nem megoldható, tehát ugye ezek a porvasmagok ezek már olyanok lesznek, amelyeket porkohászati úton sütnek ilyen préselés közben. Nem is beszélve a permalloy fémekről, azzal most nem mennék bele, de ott úgy néz ki a dolog, hogy egy speciális fémből csinálnak egy tekercset, azt a tekercset szépen megsütik, behúzzák nejlonnal, és akkor az lesz maga vasmag. És akkor ezeknek a ferromágneses tulajdonságai olyanok, amitől az átlag fizika tanár azt mondja, hogy ilyen még a számtan például sincs ekkora szám, olyan paramétereket tudnak. Valaki megkérdezi, hogy és akkor ez most már a magnetosztatikus tereken túlmutat, megkérdezi, hogy is van az, hogy egyre nagyobb hatásfokkal tudunk különböző feladatokat megoldani. Mondok egy konkrétumot, az indukciós főzőlap. De az, hogy az indukciós főzőlapnak a hatásfokát összeveti az ember egy normál rezsóval, akkor rá fogunk jönni arra, hogy elképesztő mennyiségű fizika tudás van benne. Tehát addig, amíg egy rezsó, az ugye, ha már valaki látott ilyen munkahelyen rezsót, akkor minimum alatta van egy üvegtégla, hogy ne égjen szét az asztalnak a teteje, mert ugye az a rezsónak a cekásszála, az olyan 600 fokon körülbelül melegít, és akkor a sugárzó hő miatt fogja úgy megmelegíteni az ételt, hogy megmelegíti. Ugye az indukciós főzőlapnak meg úgy van, hogy van egy sík tekercs, afölé tesszük a lábost, ami nem melegszik, és alatt ott vannak a tranzisztorok, amik ugye nem szeretik azt, hogyha 70 foknál melegebbek. Sőt, nagyon nem szeretik. Tehát a helyzet az, hogy amikor az ember ezeket a tanokat tanítja, akkor akár ezen az egyetemen, a tudós embereknek, meg a másik oldalon a mérnökek, ez a nagy különbség a két egyetem között, én szerintem, ugye, pályaválasztás környékén van, ha pepecselni szeret, és nem nagyon szereti azt, hogyha gyötrik, vagy azonnal eredmény legyen, az jöjjön inkább ide. Aki pedig ezt nem szereti a sok tökölődést, hanem megoldásokat
akar rövid időn, az inkább mérnöknek menjen. Ez a két attitűd között a különbség. Tehát azt tudom mondani, hogy a mérnököknél, hogyha valaki sokat töketlenkedik, az nem sokáig lesz ott alkalmazott. A tudományos világban ez egy kicsit jobban tolerált történet. Látom, a kollégák azok egyetértenek vele. Jó, minden esetre azt szeretném mondani, hogy amennyire én szerettem volna megmutatni a mágneses tereket, amelyeket ugye stacionáris áramokkal hoztunk létre, tehát nyugalomban levő mágneses tereket és elektrostatikus tereket néztünk meg, a fő különbség megvolt benne. Az, hogy az egyik az egy forrásos és egy örvénymentes tér, amihez tudunk hozzárendelni potenciálfüggvényt, egy skalárpotenciált, míg a másikat, azt ugye ilyennel nem tudjuk jellemezni, abból ugye egészen más dolgok következnek. Úgy is mondhatnánk, hogy amikor a hallgató húz egy tételt, és a magnetosztatikus teret húzza, akkor fölkiáltott, hogy jaj, de jó, hiszen skalárpotenciálról nem kell beszélni. És akkor ez a hallgató, ez sugalmazza a másik oldalra, hogy hát érti a fizikát. Köszönöm a figyelmet, és azért még egy apróságot, még itt a vetítésnél gondoltam, hogy ja, bocsánat, itt visszamentünk, az elköszönő ábra az itt van. Tényleg köszönöm a figyelmet. Annyit még hozzátennék, hogy a két ábra mind a kettő egy karikatúra, ugye kezdjük a jobb oldalival. Az a karikatúrista egész biztos járt fizikaórán, az szerintem látszik, mert ugye valószínű, hogy az őrztett kísérletre akarja építeni ezt a geget. Hát csak azt felejti el, hogy az a két vezeték, ha kettő van, általában kettő ritkán szokott lenni, csak akkor, ha leszakad, akkor van már csak kettőt fölül, akkor az egyik jobbra folyik, a másik balra, és abban a távolságban biztos nem mozgatja meg az iránytűt. Arról nem beszélve, hogy egyenárammal ritkán dolgozunk, tehát a point értjük, tudjuk, hogy ott állt a fizikaórán, de hát ez fizikus szemmel nevetséges. A másikat azt még nem kommentálom. Még egyszer köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, Károly.